mindenkinek. Lejöttünk megnézni a napraforgót. Hát, lassan virágzik. Ilyen, hát most 2 méter magas. Ilyen 65 000-rel van vetve. Az képest elég szép vastag szárai vannak, ugye látszik, hogy szépen be van töltve. Az este volt pár milliméter eső, még amikor voltunk ki, megnéztük, hogy azért látszik, hogy milyen szépen összeszedte. Ugye ez 144-es pió. Hát, és nem tudom, hogy lehet-e majd valamit hallani. Lejjebb megyünk. Itt az alja azért kicsit kisebb. Ugye elég erős ez a föld, ilyen patak menti. Hát itt ilyen, nem is tudom, 150 centi. Ezen egészen arrébb megyek, akkor megint magasabb. Ilyen szép bimbós. Igen, ez lett gombaülőzve Viktorral, meg Nutrion turbóval lett lomtrágyázva, amíg még bele lehetett menni, ugye van is róla videó. Itt megint van egy rész, ahol megint ilyen 180-200 centi. Valós főszámot nem tudok, amennyire csak állig volt, mert olyan kicsi volt a mag, hogy van, ahol itt szépen így kettőt lerakott, mondjuk az is azért elég vastag a szára, úgyhogy ez olyan erős föld, hogyha ez nem kap esőt, akkor itt az alja is meg bőven teteje is jó, teteje homokosabb, azért az azért megsillené, de itt az alja az bírja. Ez egy, valahol láttam már egy ilyen korai, ami már virágzik, de amúgy nagyon egyöntetű. Elég jól kelt. Itt a géppel lett forgolódva. Itt kicsit kisebb, de amúgy szép. Hát jövő héten szerintem, amire bejön ez a meleg, addigra pont megindul a virágzás. Szép egészséges. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
hogy mindenki kapott már esőt. Mert ilyenkor már tényleg, hogyha nincs, akkor azt mondom, hogy a 2-3 mm is ajándék. Mert azért ekkora levélfelület már elég sokat. Mondom, este talán, hogyha 1 mm volt is, látszik, hogy elég sokat összegyűjtött. Mindjárt átmegyünk majd a kukoricába, ami korábban lett vedve. Megnézzük azt is. Egy kis szünet, és menjünk a kukoricába.